nézzük tovább, hogy mi az, amit még ki tudunk deríteni a szektáról, illetve hogy mi is a szekta, valójában mit jelent, és vajon az a nézet, amit itt képviselünk, az egy szekta-e. Szerintem az emberek problémája onnan fakad, hogy káros, illetve destruktív nézetek és gyakorlatok, illetve abusive, destruktív nézetek és gyakorlatok is társulnak a szektához. Ez ugye mindenféle gyilkosság, öngyilkosság szükségessége, fizikai önfeláldozás, különböző áldozatok, meg aszkézis az, ami erre jellemző. Ez nyilvánvalóan nem lehet jellemző arra, amit mi képviselünk, hiszen ez nem szerepel a 66 kanonizált könyvben, amit Bibliának hívnak az emberek, ebben nincsenek ilyenre felszólító részek, illetve a Husák Másiák a megváltó megmutatta azt az utat, ahogyan ezt járnunk kellene. Úgyhogy ez a része nem igaz, de fontosnak tartom, hogy vessünk egy pillantásra, illetve néhány szót szóljunk erről, ugyanis valószínűleg még így is, bár szerintem egyértelmű, hogy miről van szó, nagyon sokaknak problémát fog okozni az, hogy megértsék. Úgyhogy köznapi és szűkebb értelemben a szekta olyan szó olyan általában vallási csoportra utal, mely törvénybe ütköző, illetve a társadalom egy jelentős részének számára szélsőségesen destruktív nézeteket vall, illetve ilyen cselekedetekre hív fel, vagy pedig a társadalom által konstruktívnak minősített elveik ellenére az illető kisközösség tagjai mégis destruktív gyakorlatot folytatnak. Például azok a vallási tágabb értelme társadalmi csoportok, melyek a zaklatásig vagy a törvényességet túllépve követik, üldözik azokat a tagjaikat, akik kiléptek a szervezetükből. Ezek egyike sem jellemző ránk. Ez a csoport, ez teljesen önkéntes. A lényeg az, aki járni szeretné az utat, azt az utat, melyet a Husák Hamásiák, a megváltó megmutat nekünk, azt mindenki bátran megteheti. A lényeg az, hogy felfedezzük, hogy mik azok az igazságok, melyeket elfelejtettünk. Hála a vallásoknak és az egyháznak az évszázadok során kiderítsük, hogy hogyan tudjuk Jahuva a teremtő útját pontosabban járni, hogyan tudunk annak a keskeny útnak a közepe felé orientálódni, és ezt még pontosabban járni. Ez az egyetlen cél. Itt nincs semmiféle kényszer, nincs semmiféle áldozat, vagy senkit nem ítélgetünk, vagy üldözünk, vagy pedig alázunk meg, hogy bármiféle módon negatívan befolyásoljuk, vagy hatással legyünk akárkinek az életére is. Egész egyszerűen a probléma az, hogy ez egy más, egy radikálisan más nézet, és az emberek szeretnek az arany középúton balagni, ahol mindenki elfogadja őket, hisznek is egy kicsit, meditálnak egy kicsit, meg azért mossák is a kocsit szombaton, vasárnap, meg a disznót is megeszik, ha úgy van. Úgyhogy igazából semmiféle törvényt nem tartanak be. Szóval ilyen értelemben ez nem jellemző erre a csoportra, ezek, amikkel itt találkozunk. Semmiféle kényszer nincs, itt pusztán arról van szó, akit érdekel, hogy mi az út, mi az igazság, az itt megtalálja. Amennyiben elvezeti ide a Ruach HaKodesh. Szent Szellem. A következő dolog, ami nem jellemző, az, ami itt le van írva, az olyan hit alapelvek és azokra épülő gyakorlati tanítások, melyek következtében a tagokat olyan dolgokba vonják bele, vagy a tagok olyan dolgokat sajátítanak el, melyek számos területen kedvezőtlenek az egyén személyes lelki életében, negatív hatása sokszor az egyén személyközi kapcsolataiban is megnyilvánul. Egyáltalán nincsen ilyenről szó. Amennyiben a teremtő azt fontosnak tartotta, az nem lehet az ember életére negatív hatású. Úgyhogy ezek a dolgok nem fordulnak elő. Ugyanúgy, mint semmiféle kényszer, vagy pedig semmiféle rituálék nincsenek ebben. Értse meg mindenki, hogy amit mi képviselünk, az az, amit Jehusák Hamásiák képvisel. Kövesd a parancsolatokat, és így el fogsz jutni a királyságba, amennyiben megvan a hited. Ez a legegyszerűbb módja, hogy összefoglaljuk ezt. Ebben semmiféle destruktív nézet nem szerepel. Példának hozzák fel, hogy egy vallási vezető elvárásokon keresztül rákényszeríti a vallási szervezet tagjára olyan dolgot, mely a tag szabad akaratából nem értene egyet, azzal nem tud őszintén azonosulni, nem érzi jól magát a helyzetben. Ennek nincs értelme,
hogy ezt tegyük, hiszen ennek az a lényege az útnak, hogy az embernek szabad akaratából kell azt járnia. Ezt nem lehet rákényszeríteni az emberekre, úgy, ahogy például a katolikus egyház próbálta 1000 éven keresztül az inkvizíció és mindenféle egyéb módszerekkel, a keresztes hadjárattal, és a többi, és a többi. Úgyhogy ők azok, akik szektának minősülnek ilyen értelemben, mi nem. Példának hozzák fel azt, hogy hazudjon, vagy manipulatív, vagy abusív tanítással alátámasztva, hogyha nem teszi meg ezt, akkor nem fog üdvözölni. Aki hazudik, az nem fog üdvözölni. Úgyhogy mi nem tudjuk az embert arra rákényszeríteni, hogy hazudjon, vagy pedig manipuláljon másokat, vagy pedig megkárosítson, illetve kihasználjon másokat, ami ugye az abusív tanítás. Ezt nem, ennek nem lenne értelme, hogy ilyen dolgokat tegyünk, hiszen ez nem fér meg azzal a szellemiséggel, amelyet a teremtő Jehusak HaMásiákon keresztül megmutatott nekünk. Illetve ilyen az is, hogyha a megadott dogmákat nem követi, akkor nem fog üdvözülni, és még bűnösnek is kell éreznie magát. Ez igazából nem kell, hogy annak érezze magát, akiben a Ruach HaKodesh lakik, az bűnösnek fogja érezni magát, amennyiben nem követi azokat az utasításokat, melyeket Jehua a teremtő megadott nekünk. Úgyhogy ezt nekünk nem kell forszírozni, illetve erőltetni valakire, akit a szellem, a Szent Szellem vezet, az érteni fogja és érezni fogja, amikor bűnt követ el. És nem fog üdvözülni az, aki szándékosan bűnben él. Ez nem azért van, mert én mondom, vagy mert a csoport ezt vallja, ez azért van, mert ez minden oldalán le van írva annak a könyvnek, amit állítólag katolikusok és keresztények és mindenféle különböző csoportok használnak, ami a 66 kanonizált könyv közismert nevén a Biblia. Nézzük meg, hogy mit mond a szótár plurális társadalmaknak a szekta kifejezésről. Meghatározása: a szekta önkéntes társulási forma, melynek alapja az erős identitástudat, a tagság feltétele valamely érdem és meghatározott minősítés, például tudás, egy tan elfogadása, esetleg a nyilvánosan megvallott vallásos tapasztalatot követő megtérés. Igazából nem értem, hogy mi az, amit ezzel ki akarnak fejezni, hogy bizonyos tudás vagy egy tan elfogadása. Természetesen egyfajta tant el kell fogadni mindenkinek, aki valamilyen vallásos gyülekezetnek, vagy pedig akár egyháznak tagja akar lenni, hiszen nem fogadja el a tant, akkor mi értelme vannak, hogy ott van. Úgyhogy ez nyilván jellemző kell, hogy legyen. A szekta jellegzetessége az exkluzivitás, tehát az, hogy egy igazság kizárólagos tulajdonosának helyzetében tudja magát. Ez tökéletesen igaz. Egyetlen igazság van, hogy Jehusak HaMásiák, én vagyok az út, az igazság, az élet, ezt ő elmondta, a keskeny út a szűk kapuhoz vezet, melyet kevesen találnak meg. Egy igazság létezik, nem létezik több igazság. A világ az, aki el akarja hitetni az emberekkel, hogy több igazság létezik, és mindenki a maga útján el fog jutni. Ez teljes mértékben ellentmond annak, amit a 66 könyv mond. Úgyhogy szekta vagy sem, egyetlen igazság létezik, és ez az, amit akár csak az Új Szövetségben is találhatunk, de ez az út maga a Tanakh, azaz az úgynevezett Ószövetség. Általában elkülönül a társadalom nagyobbik részétől, és többnyire szembefordul az uralkodó meggyőződéssel. Mindenki, aki ismeri az igazságot, azt tudja, hogy a társadalom rossz úton jár, elég csak kinézni az ablakon, vagy belenézni a hírekbe. Aki nem fordul szembe az uralkodó meggyőződéssel, az elfogadja azt, vagy pedig szép csendben támogatja. Úgyhogy igazából számunkra mindegy, hogy a társadalom mit csinál, vagy mit nem csinál. A lényeg az, amíg az ember az úton halad, azok alapján, az instrukciók alapján, melyeket a teremtő kijelölt a 66 kanonizált könyvben, az írásban, addig az ember nagyszerűen el van akár a társadalomban, akár attól elkülönülve. Azonban előbb-utóbb az ember úgy fogja érezni, hogy el kell, hogy különüljön a társadalomtól, hiszen az a fertő, ami a társadalomban folyik, az nem hasznos az ember lelki világának. Akár az úton jár, akár nem. A szekta bizonyos magatartási mintákat ír elő, melynek megsértése a tagság megszűnését vonhatja maga után. Oké, akkor a kereszténység vagy a katolikus egyház szekta-e vagy sem ez alapján? Hiszen ha nincsenek magatartási minták, melyeket előírnak, akkor miért egyházak, vagy miért vallás? Ha mindenki azt csinál, amit akar, akkor nem kell, hogy az ember része legyen egy ilyen vallásnak, vagy egy egyháznak. Úgyhogy minden szekta tulajdonképpen, minden vallás egy szekta, hiszen kell, hogy legyen egyfajta magatartási minta. Különben nincs értelme az egésznek, hogyha mindenki azt csinál, amit akar. Kizárás, mint ahogyan feltétel is, pontos szabályoknak, szigorú eljárásnak megfelelően történik.
A tagok személyes elkötelezettsége jóval teljesebb mértékű a szekta irányába, mint amilyen a nem szektás meggyőződések esetében tapasztalható. Szektának általában nincs különálló és professzionális vezetése. Természetes az, hogy szabályoknak meg kell felelni. Akkor ilyen alapon egy férfi golfklub szektának minősül le, hogy pontos szabályoknak, szigorú eljárásnak megfelelően történik a kizárás vagy a felvétel. Akkor ezek szerint egy golfklub is szektának minősül. Természetes az, hogy minden csoportnak megvannak a szabályai és az eljárásai. Különben az nem egy csoport, hanem egy nyáj. A tagok személyes elkötelezettsége jóval teljesebb mértékű a szekta irányába, mint amilyen nem szektás meggyőződések esetében tapasztalható. Ennek az a lényege, hogy az embernek van hite. Ez, amit ők meggyőződésnek mondanak. Természetes az, hogy hit nélkül nincs értelme ezen az úton járni. Hogyha ezt a világ szektának hívja, vagy kultusznak hívja, vagy vallásnak, vagy egyháznak, vagy golfklubnak, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy nincs értelme egy csoport tagjának lenni, ha a szabályokat nem tartjuk be, hogyha nincsenek eljárások rögzítve, illetve hogyha nincsen elkötelezettség a csoport irányába. Úgyhogy ez nem a szektát írja le, hanem minden egyes csoportnak így kellene, hogy működjön. Különben mi értelme van a csoportnak? Ha a hadseregben nem lennének pontos szabályok, nem lenne elkötelezettség, nem lenne a felvételnek, meg a kizárásnak, meg a rendje és a módja, hogyha nem lennének bizonyos magatartási minták, melyeket előír, akkor nem lenne értelme az egésznek. A hadsereg is elkülönül a társadalom nagyobbik részétől, hiszen a társadalom nagyobbik része még hallomásból sem ismeri a fegyelmet. Úgyhogy akkor ilyen alapon a hadsereg is egy szekta, de egy futballklub is, hiszen ott is megvannak a magatartási minták. Azt szeretném, ha mindenki megérteni, hogy anélkül, hogy utána néznénk annak, hogy mi az, amit használunk, mi az a szó, amit használunk, mi annak a pontos jelentése, nincs értelme használni azt. Csak azért, mert valami más, valami fegyelmezettebb, valaminek szabályai vannak, és azt az emberek betartják, és ahhoz ragaszkodnak, és abban hisznek, az nem rossz feltétlenül. Csak azért, mert a társadalom arra tanít minket, hogy minden elfogadott, hogy mindenkit úgy fogadjunk el, ahogy az van, hogy szabályok nélkül, hogy mindenki mindenkit szeret, az nem azt jelenti, hogy az a jó. Arról nincs szó, hogy az embereket el kell ítélni, vagy utálni kell, vagy bántani, vagy gyűlölni. Arról van szó, hogy ki melyik utat szeretné járni. És aki el szeretne jutni az üdvösségig, annak a keskeny úton, a szűk kapu fele kellene haladnia. Az pedig Jehusák, ha másják, aki az élet, az út, az igazság. Aki nem úgy él, ahogy ő élt, az nem fog oda eljutni. Nem azért, mert én azt mondom, vagy ez a csoport azt mondja, vagy bármi más csoport azt mondja. Azért, mert ezt mondja maga a Mesiák. Még annyit hozzátennék, hogy az etimológia szerint a szó eredete a latin seco, secare, szeparálódni, önmagát valamitől külön választani szóból ered. Ez a szekta lényege. Aki nem válik külön a világtól, az a világé, és két út van, a világé, vagy pedig a szűk kapuhoz vezető keskeny út. Azt mondta a Mesiák maga, hogy ne szeressétek a világot, mert minden, ami a világban van, az a testnek kívánsága, a szemnek kívánsága, és a szív kevésége. Úgyhogy ez nem a mi csoportunk találta ki, ez az, ami le van írva. Aki nem ezt követi, a sajnálatos módon nem a jó úton jár. Remélem hasznosnak találtátok, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!